Egy őszinte vallomással tartozom. Középiskolás koromban nem rajongtam a túrázásért, mert kötelező volt, ahogy a kötelező olvasmányért sem, de hát egy kamaszoknál előfordul. Viszont mikor elkezdtem a páromnak udvarolni Pécsre, akkor ő szeretette meg velem a túrázást, először csak lakcipősen a tetjére, aztán későbbiekben a túracipőt is fölváltottam, és amikor elkezdtem itt a Zománcjárba dolgozni, kialakult egy olyan kollégai, baráti kör, akivel rendszeresen túráztunk. Az Egyesületnek a természetjárásért, túrázásért, környezetvédelemért való tevékenysége volt, a természet megszerettetése, és természetbarátoknak is hívjuk egymást, tehát nem csak egymásnak barátai, hanem a természetnek is szüksége van barátokra. Amikor elkezdtünk túrázni, és a 70-es évek végén, 1980-ban már mint sportegyesület, Bonyhádról hiányoztak a kivezető turista utak és a Szekszárdi dombság, Móráth-Geresdi dombság, valamint Mecsek környékbeli szép hegyeket közvetlenül nem tudtuk turista úton elérni, és az Egyesületünk ezeket a jelzéseket megtervezte, jóváhagyatta, és most már 80-as évek óta a turista térképen rajta vannak, és a város is körüljárható, mind a Sötétvölgy, mind a Móráth-Geresdi dombság, és a Mecsek különböző útvonalai Bonyhádról indulva is elérhetők. 2000-ben megjelent egy Bonyhád és környéke úti kalauz, amiben az Egyesület tagjai és a megye neves szakemberei vettek részt. Akkor ezen kívül viszont a legutolsó, ami akciónk volt, hogy 2019-ben, illetve 2022-ben ugyancsak egyesületi tagok kezdeményezésére két arborétum is kialakításra került, és Bonyhád városa most már két arborétummal büszkélkedhet. A díj az a személyemnek szól, és mindenképpen hálás vagyok, hogy a testület méltónak tartott erre a díjra. A véleményem viszont az, hogy ez nem egyéni tevékenység, hanem egy csapatmunka. A színpad is kevés lenne ahhoz, hogy mindenki itt álljon, akik az elmúlt közel 50 évben a természetjárás megszerettetéséért, megkedveltetéséért és ezek tevékenységében részt vettek.